A kormány az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett állampolgári bizalom helyreállítása érdekében 2010-ben célul tűzte ki egy jobban működő, hatékonyabb és gyorsabb igazságügyi rendszer kialakítását. A polgári ítélkezés sokakat érint, közel 200 ezer per zajlik évente a különböző bírósági fórumokon, a nemperes eljárások száma pedig milliós nagyságrendű. Éppen ezért gondolja úgy a kormány, hogy az 1952-ben elfogadott törvény helyett szükség van egy új, korszerű, modern jogszabály elfogadására. A készülő új szabályozás fontos célja, hogy a pereskedés szabályait úgy alakítsák át, hogy azok megfeleljenek a kor elvárásainak, és figyelembe vegyék a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségeket. Cél, hogy az új szabályozással megkönnyítse a kormány az állampolgárok, a családok, a vállalkozások, illetve a jogi területeken dolgozók helyzetét. Amikor a polgári eljárással koncepciát kidolgoztuk, kettős volt a célunk. Hagyomány és modernitás. Hagyomány, hogy vegyük át azt, ami a történelemből úgy gondoljuk, hogy jó, így nevezetesen 1911-es polgári perrendtartásnak az értékeit, másrészt legyünk modernek, vegyük át azokat az új elemeket, amelyeket majd később szeretnék beszélni. Ami pedig az alapelveket illeti, azt kell mondani, hogy a per hatékonyság volt az egyik fő célunk, hogy a perek gyorsan, időben fejeződjenek be, az eljárás, ha szabad így mondanom, ne húzódjon el. Már ma is jók az eredményeik, tehát a bírósági eljárásoknak az időtartamát illetően az igazságszolgáltatás nagyon komoly eredményeket ért el, mindazonáltal vannak komolyabb, nehezebb ügyek, amelyekben úgy gondoljuk, hogy szükséges bizonyos reformokat bevezetni.